Halleluja. A Biblia azt mondja, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nékem tanúim. Egy másik helyen azt mondja az ige, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Egy másik helyen azt mondja az ige, hogy mi módon hinnének prédikáló nélkül, és megvan írva, hogy ezért milyen gyönyörűségesek a békesség hirdetőinek a lábai, azaz, akik hirdetjük, hogy béküljetek meg az Istennel. Illetve, hogy Jézus megbékéltette magával a világot, és aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül. Tehát ezekből az igékből az is egyértelműen kiderül, hogy a hívő életnek a célja, a Szent Szellem vételének a célja, az tulajdonképpen amellett, hogy természetesen az adott hívőt is építi, az adott csoportot is építi, amellett a célja az, hogy vesztek erőt, Szentlélek eljön rátok, és bezárkóztok, visszavonultok, nem? És lesztek nékem tanúim. Ezért mondja az ige, hogy só vagyunk. Tehát a só az ugye arra szolgál, hogy tartósít. És arról is van ige, hogy ami visszatartja még a sátáni antikrisztusi dolgokat, antikrisztus, tehát a félre kell tolatnia. Most ebben az igében nem megyek bele, minek kell félre tolatnia, de az biztos, hogy sokak szerint ez maga az eklézsia. Na most, tehát az a lényeg, hogy az Úr, úgy hiszem, azzal a célral hívta az eklézsiát, hogy egy hatalommal felruházott szervezetként az ördög munkáját rombolja, és hintse az igét. És ezt természetesen nem azt jelenti, hogy minden egyes hívőnek az a külön feladata, hogy mondjuk utazzon, utazgasson, és mint egy misszionárius mindenhol az igét hirdesse és plantáljon. Vagy azt se jelenti, hogy kényszeresen kell az embernek bizonságot tennie úton útfélen kényszeresen, tehát hanem a Szellem adja erre a kenetet, fölkenetést, de az biztos, hogy ez prédikálás nélkül, bizonságtevés nélkül nem működik. És ez hallásból van, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát Istennek a beszéde által, és Isten beszéde pedig élő és ható, és élesebb minden kétélű karnál. Tehát mi a lényeg, hogy a hívőnek a felkenetése az nem öncélra adatott, hanem arra adatott, hogy ezt Isten országát, Isten királyságát demonstrálja a Földön. És Jézus is azt mondta, hogy én Isten szellemével üzöm ki a gonosz szellemeket, akkor elérkezett Isten országa, és azt is mondta, hogy adtam néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erejét, és az oldás és a kötés hatalmát is. De ezeket a hatalmakat nem öncélra adta az egyháznak, hogy az ember mindig magát építse, hanem arra, hogy ezt a feladatot, a nagy küldetést végre tudja hajtani. És természetesen az is igaz, hogy az embernek az életében ezt úgy is be kell mutatnia, tehát hogy az nem szerencsés, hogyha valaki ezt szavakban mondja, de cselekedeteivel ezt teljesen megtagadja, és úgy viselkedik, mint egy hitetlen. De ő mondja, hogy hívő, meg mondja az evangéliumot, de ő se hiszi el, ő se gyakorolja, tehát ez nyilván nem jó. Viszont a másik véglet se igaz, hogy valaki nem hirdeti az evangéliumot, mondván, hogy nem kell hirdetni az Isten igéjét, a beszédét, mert ő csak életbizonságával, tehát
a kettő együtt működik, mert ha azt vesszük, nagyon sok világi ember is van, aki mondjuk sokat dolgozik, vagy aki jó cselekedetekkel jár elől. De attól az emberek nem attól térnek meg. Az emberek, hogyha hanem ki kell mondani az igét. Persze a kettő együtt, tehát a hites cselekedetek nélkül halott, és nem beszédben el az Isten országa, hanem erőben. De ugye ez az erő, ez nem egy ilyen elvon dolog, hogy erőben áll az Isten országa, és ez csak azt jelenti, hogy valami megfoghatatlan erő, vagy valami misztikus, hanem ez egyszerűen a Szentlélek ereje. A Szentlélek. És ahol a Szentlélek jelen van, ott viszont erőmegnyilvánulások vannak, dynamis. És mik ezek az erőmegnyilvánulások? Megtérés, tehát a természet feletti erő, démonoktól való szabadulások, gyógyulások, ahogy írja az ige, hogy akik hisznek, ezek a jelek követik. És ez erőbemutatás, tehát és az is igaz viszont, hogy nem szabad ezeknek a erők, dinamis erőmegnyilvánulásoknak helyezni, nem szabad ezeket az első helyre tenni, hogy valaki állandóan ezeket követi csak, de viszont a karitatív tevékenységet, vagy a jellemet, vagy ezeket félreteszi, és csak ezeket akarja állandóan keresni, hogy tehát nem jó egy mondjuk egy démoncentrikus, démonűzőcentrikus ság se, hogy valaki mindig csak ezt keresi, hogy hol van olyan szolgálat, ahol démont űznek. Illetve, hát ahol hitelesen űzik, az ott Isten országát képviselik, vagy ahol hiteles gyógyulás van, vagy ahol hitelesen kiárad Isten szelleme. Tehát valamilyen szinten az tény és való, hogy Isten országa az erőben áll, az nem beszédben áll. Viszont az Istennek az igének a hirdetését azt ezek a jelek követik jó esetben, mint ahogy amikor prédikált benne van a Bibliában, prédikált az apostol, és leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták. Tehát ő beszélt, a Szentlélek leszállt. Vagy szóval űzzük ki az ördögöt, szóval űzzük a démonokat, illetve a démonokat. Tehát elmondható, hogy kettő együtt van, tehát az ima és a Szentlélekkel való Szentlélekbe való merülés és Jézusra volt tanúságtétel, azok kéz a kézbe járnak, és az egyik nem választható el a másiktól, és a Szentléleknek a jelenlét és a Szentléleknek az erő megnyilvánulásai az se választható el a Biblia alapján, én úgy hiszem. Tehát, ja, és a nyelveken szólás, igen. Tehát, hogy onnan tudták, hogy vették a Szentléleket, hogy nyelveken szóltak, és profétáltak, tehát magyarul nincsen olyan, hogy csak egy evangelizációs, vagy csak egy imacsoport, hanem a kettő együtt van. Amen.